Borostyán levelek. A pihenő után lassan összeszedték magukat, és tovább indultak a patakmeder vonalát követve. Itt már tényleg nem volt kiárt de a vízfolyás mentén azért valamerre mindig sikerült utat találniuk, hol az egyik, hol a másik part oldalon haladva, helyenként pedig, ahol nagyon leszűkült a meredek part, akár a vízben lévő nagyobb köveken, vagy éppen valamivel feljebb, a patakkal párhuzamos part szakasz tetején. Már jócskán délután volt, mire közeledtek a hegylábához. Itt már a patak is egyre keskenyebb és kisebb volt, nem volt olyan nehéz mellette járható utat találni. A tájvédelmi körzet határvonalát ugyan nem jelezte semmi, de teljes bizonyossággal tudták, hogy már ott járnak. Egyrészt John is elég jól beazonosította magukat a térképen, ahol egyértelműen elkülönült a tiltott terület, másrészt pedig nem lehetett nem észrevenni a különbséget. Itt az erdő még inkább sűrű volt, egy bizonyos természetes rendezetlenséggel, rendkívül dús ajnövényzettel, és erre felé már tényleg csak a sűrűbb bokrok ingoványos területek kerülgetésével tudtak haladni. Vinka lélegzett visszafolytva csodálta a lenyűgöző tájat a hatalmas fákkal, melyeket eddig még csak természetfilmekben láthatott öreg, mohás törzsű óriások borultak össze fölöttük, még a nappali világosság ellenére is árnyos, helyenként már-már sötét zölden szűrt fényben haladtak. Itt a patak már éppen csak csörgedezett, vélhetően nagyon közel jártak a forrásához. Még útközben néhány kisebb vízfolyás csatlakozott bele, amik táplálták, de itt fönn már valószínűleg csak egyetlen forrásból táplálkozhatott. Maga a forrás terület meglehetősen mocsaras, helyenként kifejezetten ingoványos terep volt, ezért egy idő után már igyekeztek eltávolodni a patakmedertől, keresve a stabil, szárazabb talajt. A délutáni zsongásban folyamatos madárdal kísérte útjukat, az erdő telítve volt vadvirágokkal, különlegesebb növényekkel. Vinka persze nem győzött fotózni, noha egy idő után egyre aggodalmasabban tekintgetett az őket körülvevő színes virágokra. Látja őket, szólalt meg végül. Igen, lenyűgözőek. És nem vett észre valami furcsát? Nem tudom. Ha csak azt nem úgy ugyanaz a virág, mennyi színben nyílik. Nos, igen, hidrangea. Ezek hortenziák különféle fajtái, de ha megnézi, ott a fák között egészen más, kék árnyalatuk van. Míg itt a patak mellett már ibolyaszín, szín, sőt, ott közvetlenül a víz árterében mutatott egy jobban kimosott kanyarulatra, már világos rózsaszín. Valóban, nagyon különlegesek, nyugtázta John. De vajon mitől lehet? Azok több vizet kapnak? Nos, nem igazán. Inkább a talaj pH értékével van összefüggésben a különböző színárnyalat. Lehet akár természetes folyadma eredménye is, például hogy a víz kimossa a növények luktartalmát. A savasabb talajban a pataktól távolabbiak kékek mutatott kicsit messzebbre vinka, a közelebbiek lúgosabb közegben rózsaszínűek lesznek. Ez igazán lenyűgöző. Igen, de nekem ez nagyon nem tetszik, bögte ki végül. Mire gondol? Nem szeretnék lémeket látni, de nekem nagyon gyanús, hogy ez a patak szennyezett. Sajnos nincs nálam lakmuszpapír, de ilyen mértékű lúgos elváltozást normál esetben nem kellene látnunk, különösen így tavasszal, amikor még csak a nagy mennyiségű, avar, természetes, lehulló termés sem keletkezik. John elgondolkodva ráncolta a homlokát. Tehát arra gyanakszik, hogy valamit beleöntöttek, vagy esetleg engednek folyamatosan ebbe a patakba? Nem tudom, lehetséges. Minden esetre, amíg nem bizonyosodtunk meg róla, addig inkább Suzinak is a saját vizünkből adjunk. John egyetértően bólintott, majd aggodalmas érzésekkel folytatták útjukat a patak mentén. Egy idő után aztán a telefonja úrájára pillantott viszont már délutánra jár. Lassan kénytelenek leszünk visszafordulni, mert nem fogjuk elérni a kis házat sötétedés előtt. Vinka keserűen látta be, hogy társának igaza van, és bár mindenképpen szeretett volna bal sejtelmének végére járni, saját visszajutásukat sem kockáztathatta. Már éppen azt mérlegelték, hogy hol kéne visszafordulniuk, mikor egyszer csak egy jól kivehető csobogás hangot hallottak, mely haladásuk irányában egyre erősödött összenéztek, majd eltökélt arccal folytatták útjukat a hang felé. Pár tíz méterrel később meg is látták az forrását. bár ne látták volna. Az éppen csak csörgedező, keskeny patakba egy vaskos fém cső vezetett, melyből ekkor is csordogált a mérsékelten habzó, de szemmel láthatóan is nem természetes eredetű víz. Vinka megsemmisülten nézett rá Hát ez meg... Ez hogy lehet itt? John nem kevésbé aggodalmas pillantásokkal próbálta értelmezni a helyzetet. Elvileg sehogy. A területen semmiféle létesítmény nem engedélyezett, legjobb tudomásom szerint még csak erdészház sem, de ha lenne is, az garantáltan nem ebben a formában. Utalta teljes mértékben szabálytalan vízelvezetési megoldásra. Egyszerűen nem fért a fejükbe, honnan jöhet a szennyvíz. Ráadásul, a cső méretei és a kifolyás mennyisége mutatott az alatta kimosott medere, alapján ez nem éppen egy két személyes háztartás eredménye, muszáj lenne megtalálnunk a vízcső forrását. Bár az imént még Vinka is a biztonságos visszatéréshez elengedhetetlen fordulási pont helyszínét mérlegelte, most már ő sem akarta ennyiben hagyni a dolgot, inkább megbeszélték, hogy egy fél órát adnak még maguknak, ezzel még inkább eltávolodva éjszakai szálláshelyüktől, de visszafelé majd annál sietősebbre veszik a tempót. Így is lett, megpróbálták logikusan követni a cső irányát, már ahol még látható volt a kifolyó részvonala, majd felfelé kapaszkodva a hegyen ennek hosszabbításán, igyekeztek tovább menni kisebb, nagyobb kitérőkkel, ahogy sikerült haladniuk a nehéz terepen. Végül nem is kellett sokáig menniük, és sajnos nagyon úgy tűnt, hogy Johnnak igaza lett. Ez bizony nem egy kis erdei laxennyvíz mennyisége volt. Megdöbbenve vették észre, hogy a sűrű erdőből egy nagyobb területet megtisztítva egy egész épületkomplexum állt. Fogalmuk sem volt róla, hogy miféle létesítmény lehetett, de szemmel láthatóan nem a kis emberek számára készült. Próbáltak a fák takarásában maradni, és észrevétlenül belesni a jelképes kerítéssel határolt területre, vélhetően az is inkább csak a vadak miatt húzták fel. Több egymásba kapcsolódó épületet láttak, melyek helyenként azonos kivitelű osztásokkal váltották egymást, azonos méretű ablakok, kis részek, kifejezetten, mint egy szállodában. Amennyire távolról beláttak, a szépen rendezett parkosra alakított kertben még medence, jacuzzi, meg talán épület is volt. Körülötte kisebb létesítmények, kerti pihenő, valami bárpult félével egybe kapcsolt, Félig fedett grillezős részleg. Az épület túloldalán pedig láthatóan parkoló rész ráadásul igen sok férőhelyes. Nézegették, hogy a meredek part szakaszon hogyan tudnák teljesen körbejárni az épület együttest, de erre nem kínálkozott közvetlen lehetőség. Visszaereszkedve a korábbi kiinduló a hegy másik oldaláról feljutva, egy lankásabb emelkedőn, ilyen módon tudták volna csak megközelíteni teljesen a létesítményt, illetve így közvetlenül a kerítés mentén körbejárni azt. John mérlegel gyorsan, majd határozott. Valójában már visszafelé kellene tartanunk. Ha most visszamászunk, az még közel fél óra, onnan körbeérni, majd újból feljutni az épületig, legalább még egyszer ennyi, és akkor még nem jártuk körül. Kénytelenek vagyunk most visszafordulni, már így is sötétedésre érjük csak el a faházat, ezért muszáj lesz kilépnünk. Vinka bár nagyon szerette volna kideríteni, hogy mi ez az épület, és kik vannak ott, vagy egyáltalán mi folyik itt, talán valami táblát vagy feliratot is felfedez a vélhetően túloldalt található bejáratnál, de kénytelen volt belátni, hogy Johnnak teljes mértékben igaza van. Így aztán óvatosan visszaereszkedtek a patakig, John még néhány fotót készített a kifolyócső végéről, majd feszes tempóban megindultak visszafelé.